Akár 20%-kal is drágulhat a kenyér, az egyik karcagi pékség tulajdonosa szerint. A gazdák és a malmok alapanyag árai nőttek, ezért kénytelenek ezt a drágulást az árakban is beépíteni, így pedig a polcokra kerülő pékárut is többet kell majd fizetni. Ebben a karcagi pékségben jártunk, ahol 380 forint egy kiló fehér kenyér. A vásárlók a minőségi pékáruért járnak ide. Áremelés előtt azért egy nagyobb mennyiséget vesznek és igyekeznek lefagyasztani, aztán nyilvánvalóan visszaesik a termelés egy kicsit, aztán szép lassan megint csak mehet kenyérre, péksüteményre szükség van, úgyhogy előbb-utóbb visszáll megint a rend, csak hát nyilvánvaló, hogy mindenkinek nagyon fáj. A pékség tulajdonosa szerint a drágulást még az év elején beharangozták a malmok, de akkor nem emeltek. Januárban, amikor utoljára volt a lisztáremelés a malom már, akkor megígérte nekünk, hogy egy hónap múlva újra emeli a lisztnek az árát. Szerencsére ezt nem tették meg, állandóan odébb-odébb tolták a határidőt, nekik sem jó az, hogyha árat kell emelni, viszont ez már törvényszerű Magyarországon, hogy új buza, új kenyér, új ár, tehát a gabona ára is befolyásolja. Hát sajnos nem ilyen apró pénzről van szó, most egy jelentősebb áremelésről, mert ilyen 20%-os áremelésről van szó. Nyilvánvaló, hogy ez nem csak a lisztárát takarja, hanem a közben felgyülemlett áremelkedéseket is, a mindenféle járulékos anyagtól kezdve az üzemanyag és az energia áremelésen keresztül mindent. Eddigi jóslások szerint drágább lesz a gabona már aratáskor is, mint tavaly aratáskor volt. Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy drágább lesz a lisztára, mint tavaly ilyenkor volt. A tavalyi árhoz képest tehát volt emelés, de még mindig nem reális. Sajnos a kereskedők a tőzsdére hivatkozva, tehát nap mint nap változtatják az árat, tehát 6000 forinttal kezdtük, a végén 5800 forinttól, tehát értékesítettük a búzákat. Ehhoz képest ugye az input anyag, a műtrágya, a vetőmagot viszont duplája valami fajta meg, tehát tripla áron jutunk hozzá. Lényegében az, hogy most több pénzt kap a gazdálkodó, az a kiadásával, tehát el is megy, tehát lényegében semmivel se lesz több anyagi vonzata a tavalyi évhez képest, attól függetlenül, hogy emeltek az áron. Én azt javasolnám a többi gazdatársainak, hogy akinek egy és módja, meg van lehetősége, azt tárolja be, mert tehát a vetésterület itt legalábbis karcag viszonylatban fele a tavalyi kalászoshoz képest, és tehát feljebb fognak menni az árak. Úgy gondolják, hogy ebből egyértelműen adódik az, hogy a sütőipari termékek ára is emelkedni fog a közeljövőben. Azt nem tudni, hogy ez mikortól lesz érzékelhető a vásárlók számára.